Meglep, és tulajdonképpen elszomorít, hogy soha nem tanultunk semmit a cigányságról, a roma közösségről, nem tanultunk történelem órán a történelmükről, holott mégiscsak itt élnek velünk. A holokauszt oktatásnak sincs igazán a középpontjában az, hogy a romákat is deportálták, mint ahogy tulajdonképpen sok kisebbség, akár az elmebetegek, vagy a homoszexuálisok, akikről kevés szó esik. És úgy érzem, hogy ezt a hiányt, ezt igenis pótolni kell, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, el kell ezen gondolkodni, hiszen annyira fontosnak tartjuk a saját történelmünket, a saját múltunkat, ugye a különböző magyarságot ért tragédiák folyamatosan tematizálva vannak a médiában, akkor tulajdonképpen a cigányságot ért tragédia, az ő szenvedésük a második világháború és a holokauszt alatt miért maradt ki ezekből a történelmi diskurzusokból. Szerintem ezért igen fontos, hogy bárki, aki mondjuk a kocsmában elkezd Kossuthról és Hortiról és Kádárról beszélni, akkor tudja és erről is tudjon beszélni. Szerintem nagyon sok ember pont egy-egy kulturális rendezvény, vagy akár egy regény, vagy akár egy színdarab nyitja fel a szemét a saját nem tudására, hogy a történelmi ismeretei hiányosak, a kulturális ismeretei hiányosak, és ez biztos, hogy egy jó kiinduló pont, egy ilyen rendezvénysorozat, ami felhívja a figyelmet rá, és ha egy ilyen rendezvény jól sikerül, akkor az egész olyan, mint egy lavina, hogy van egy kis kezdeti siker, de ez folyamatosan mozgásban marad és egyre nő.